Üdvözöljük a kedves nézőket! Elérkezett a DTV Super League 7. szezonjának második futamai Tósör Szlévenben. 14-en vannak itt a szerveren. Most picit kevesebben vannak, mint az előző Ágyringes szezonnyitó futamon, de ez is elég. Közben el is indult az időmérő, és itt van velem operatőrtársunk, ugye Bálléka Attila, a megszokott módon, és itt van kommentátortársam velem, aki most nem indul, mert nem megy neki a pálya, Szolga Bálint. Sziasztok, köszöntöm én is a kedves nézőmet. Nézőket. Nem megy ma a beszéd. Ja. Mit akartam mondani? Most nézem, hogy ugyebár 50 perces a futam egy box kiállással, a megszokott módon ugyebár, de gumikopás kétszeres, és így szerintem, hát aki nem annyira spórol, annak két box lesz, de lehetséges, hogy mindenkinek is rövid a pálya, sok kör lesz, de meglátjuk, hogy mi lesz a vége. És most nézem, ugyebár egy mért kör van időmérőn, aki elroncsa, nincs több esély, és csak 5 perces az időmérő, szóval sokan lesznek a pályán. Nem tudom, Bálint, átállították 5 percre az időmérőt? Szerintem át ezzel azzal kötelezve a versenyzőket, hogy tényleg legyen egy kis tumultus a pályán, legyen egy kis izgalom, hogy mit tudnak tömegben autózni. Nem tudjuk, reméljük, hogy egy jó időmérőnk lesz, egy izgalmas lesz. Ugye nekinek egy kör áll rendelkezésre, és ez is növeljük az izgalmakat. Így van. Közben meg is kezdte a körét, 8. helyen lévő kis Levente, a liga vezető úr. Még van 2-3 hely a ligában, az nála jelentkezett, hogy a DTM Super League csoportban Facebookon. Hotlapson péntek Dani volt a leggyorsabb, 16-9-es kör elő tudott csak 16-os kört menni. Utána Orbán Tamás 17 nullával, Kislevi pedig ott volt a 3. helyen 17-1-el, és utána 17-4-5-tel Boró, Varga és Jaksi Gyuláék és a többiek. Szerinted tippeljünk egyet így még az időmérő közben, szerinted ki fogja nyerni a futamot, Bálint? Vagy esetleg az időmérőt, futamot mire tippelsz? Szerintem 3 ember, vagy maximum 4 fog győzelemért küzdeni. Az egyik Péntek Dániel, Boró Krisztián, most egyébként jól költ, mert Kála Tudorp is egyébként itt a szabad edzőkben 1.17.3-at, hogyha jól emlékszem, vagy 2-t, az sem rossz költ, én nem venném őt úgy a győzelemnek a lenni a besélyesének, de ő is beleszólhat. 1.17.6-ot, köszi. És jó költ ment még Varga Dominik és Boró Krisztián, de ne feledjük ki az egyértelmű esélyes Orbán Tamás sem. Én most megmerem tippelni, hogy ez most lehet, hogy Pénteké lesz, vagy Boróké. Én is ezt tippelem igazából. Közben 2 perc van az időmérőből, a Kislevi 18-6-ot jött. Nézzük a 3. helyen lévő Káres Rudolfot, milyen kört jön. Kislevit vett a 2. szektorban 18-7-et, de 1-et kapott a végén. Nézzük a 7. helyen Varga Dominikot. 84.000-et kapott a 2. szektorban, na nézzük, Péntek Dominik a csapattárs 4. helyre hozza be az oldót. Az első helyre, és nézzük Orbán Tamást a 6. helyen, fél másodpercet Vercséplő Mátéra kiáltette a vezetést, Orbán Tamást, nézzük, 1.17.6-ot, nézzük a többieket. Kislevi is feljött az 5. helyre, Kárász Rudolf a 6. Péntek 1000-eddel verte meg Orbán Tamás, te jó Isten! 1000-ed van köztük, Farkas Marci feljött a 8. helyre, nézzük a 9. helyen, gyorsan befejezi Jaksi Gyula a körét, feljött a 8. helyre. Nézzük a többieket. A 11. helyen lévő Marinka Tamás a 4. helyre jön fel, a 2. 3. helyi közt lehet majd, nem, a 4. helyre jött fel. Szép kör volt Tamástól. Így van, Péntek Dani 1000-eddel vezet, és Cséplő Máté a 3. helyen már 6000-eddel van lemaradva. Szóval Boró Péntek Krisztián. Dani Orbán Tamás fog, kezd fog eldőlni. A Krisztián nézzük, a 11. helyen. Első szektorban 4-10-et, hát ez nem ígérkezik jó körnek, de a középső szektorban még visszahozhatja a lemaradását péntekhez képest. Olyan lesz, mint a Red Bull a középső szektorban, akkor még a pole pozícióra esélyes lehet. Stabilnak tűnik egyébként.
Ja, igen. Picit lecsúszott ott az első szektor mérőpontja utáni abban a nagy jobbotba, de stabil az út, ugye nézzük itt, ez itt a ilyen rázóköves nehéz kanyar, itt is stabil picit, hát itt nem így, lement a fűre, lement a fűre. 7 tized, nem ennek vége. Hát jó lehet az még a negyedik, ötödik helyre, hogyha ezt megtartja itt a végén. Nézzük, ó, mi volt ott az utolsó kanyarban, elvette. Nézzük, hanyadik helyre jön fel. Hát 1.20,9 a 11. helyre, nézzük a... Kicsúszott a hátsó rész az autónak. 12. helyen Bognár Keve, de hamarabb be fog érkezni a 13. helyen lévő Tóth Péter, aki az első szektorban 7 tizedet kap péntek Danitól. Első szektorban nem olyan sok az, ahogy Peti eredményeit elnézzük. Nézzük, hogy a második szektorban mennyit fog kapni. 1,7-et. Hát, ha úgy nézzük, ez olyan 12. helyre lehet, hogy jó lesz. Bakos Zoltán nem megy, Curtis, ő is elvette, ahol látjuk. Még Tóth Péter és Bognár Keve fog menni kört. Nézzük, Peti, milyen kört jön. Péntek Dani meg Orbán Tamás fog eldőlni szerintem köztük az a futamgyőzelem is, de nézzük. Az előző verseny győztese Farkas Marci, az a 10. helyen van, de szerintem a 40 kiló súlybüntetés miatt van annyira hátul, 1,6-ra lemaradva. Tóth Peti pedig bejött a 12. helyre, Bognár Keve pedig a 11. helyre. Nagyjából ennyi is volt az időmérő. Hány körös lesz ez a futam, Bálint? Nem mernék tippelékre bocsátkozni, de hogyha muszáj lenne tippelnem, akkor hogyha O1 Ring volt 35, akkor ez van 30 környékén lesz szerintem összesen. O1 Ringen milyen kört is mentek a srácok? 1-10 valamennyi, azt hiszem. Hát akkor úgy körül lesz. Ja, olyan 30 körül. Igen, egy kis szünet. A bemelegítő edzés a megtankónak felveszik a ütőt. Ugyebár az előző futam első három helyezettje súlybüntetés kap, el is mondom, hogy ki mennyit. Farkas Marci, aki nyerte a futamat, 40 kilót kap, Varga Dominik lett a második, ugyebár 30 kilót, és Boró Krisztián pedig 20 kilóval. Hamarosan mondom, ott van a Boróga 13. helyen. Farkas Marci 40 kilóval a 10. helyen, 30 kilóval Varga Dominik pedig ott van a 6. helyen. Péntek Danielnek meg Orbán Tamásnak nincs súlybüntetése, ezért vannak annyira elő, de Csiptő Máté és Marinka Tamás és Súlyok Norbert is meglepetésként ott vannak elől. Szóval elég jó, izgalmas futam lesz a középmezőnyben is, meg ott az élmezőnyben is szerintem. Időmérőt azt hála Istennek sikerült felvenni normális körülmények között, azután körülbelül a futam utolsó 20 percében úgy gondolta a technika, hogy megadja magát. És ugye maga a futamot újra fel kellett vegyem. De hát ez van, ha
valami balul sülhet el, az el is fog sülni balul. Tehát akkor a srácok el is mondták, hogy ki hova kvalifikálta be magát, de azért nézzük meg még egyszer. Tehát Péntek Dániel az első helyen, őt követi Orbán Tamás a második helyen, Csíprő Máté a harmadik helyen, Marinka Tamás a negyedik, Súlyok Norbert az ötödik, Varga Dominik a hatodik, Kis Levente a liga vezető hetedik helyen, Kárász Rudolf a nyolcadik, Jaksi Gyula a kilencedik, Farkas Márton a tizedik, Bognár Kevert 11., Tóth Péter 12., Boró Krisztián 13., Bakos Zoltán, ő a 14., és ugye kommentátortársaim Lőrinc Gábor, én, úgyhogy... Nos, meg természetesen Szolga Bálint, de ők per pillanat nincsenek itt, mivel maga versenyt újra fel kellett venni, mint már mondottam. Részleteket én már még egyszer nem mondom el, hogy ki milyen súlyjal van, stb. Stb. Mert ezt hallhattátok az időmérő alatt a srácoktól, úgyhogy koncentráljunk a futamra. Ugye, amit kell még tudni, a futam 50 perces lesz. Szépen lassan felállnak a srácok a rajtrácsra. És felbőgnek a motorok, és el is indulnak. Péntek Dániel második helyre esett vissza rögtön a rajt után. Orbán Tamás gyönyörű rajttal előre tudott jönni, itt hátul egy kis koc, Péntek Dani ütközött valakivel. Ugye Dániel eléggé visszaesett a harmadik helyre. Ugye előre kicsit változott, tehát Orbán Tamás az első helyen, második helyen Marinka Tamás. És őt követi csak a pólból induló Péntek Dániel. De Péntek nem hagyja magát, és megpróbálja most beszúrni, talán kigyorsítás jobban jön össze, így is van, agresszív, de megelőzte Marinka Tamást. Orbán eléggé el tudott húzni a mezőnytől, így talán biztonságban lesz a futam végéig. Nézzünk egy kicsit hátrébb. Kárász Rudolf támadja ezúttal Marinka Tamást, illetve Bognár Keve, ő is elég szépen fel tudott jönni az ötödik helyre. Viszont őt Varga Dominik követi. Itt még azért nagy izgalmak lesznek. Áj, Dominik elfékezte, nem akarta kiütni Kevét. Viszont Súlyok Norbert, ugye ő is elég szépen feljött a hetedik helyre, Dominikot követi. És most Keve hibázott, egy kicsit szélesen vette a kanyart, és már rá is esett Varga Dominik. Talán a következő kanyar kombinációban meg is tudja előzni, így is van, hát egy kicsit... Nagyon a szélére ment, és rontott, ezáltal Dominik meg is tudta előzni szépen. És hoppá, és Keve megint hibázik, szélesít. Nézzünk még hátrébb, hát itt hátul is történik valami. Buró Krisztián üldözi Súlyok Norbertet. Hát talán még egyelőre nincs előzési távolságban, addig gyorsan nézzünk hát, a Csíprő Máté a 9. helyen van, Farkas Márton 10., és itt hátul Tóth Péter, illetve Jaksi Gyula és Kis Levente trióját láthatjuk. Levi szépen megpróbálja betenni az autót, dupla szélárnyék, de jön a kanyar.
hárman egymás mellett, pici kocok, ugye nem férnek el, így levironnt. Sőt, olyannyira ront, hogy Bakos Zoltánt majdnem kiütötte. Természetesen tudjuk, nem akarattal. Tóth Peti kicsit szélesített, el is rontotta, Levél ráesett. És Bognár Kever nagyon-nagyon-nagyon furcsán megy. Eléggé esik-bukik, ennek köszönhetően visszaesett a 12. helyre. Hát megpróbál visszafelzárkózni. Közben nézünk előrébb. Hát, ha történik valami. Hát Varga az 5. helyen van, Kárász Rudolf a 4., Marinka Tamás a 3., Péntek Dánia a 2., és Orbán Tamás megtartott az 1. helyét. Úgy néz ki, hogy itt előre még semmi nem nagyon változott. Talán ott Levi környékén lesz valami. Keressük is meg őket. Burók, Cséplő, Farkas, Jaksi, Bognár Keve, Tóth Peti, hát Tóth Peti vágott és majdnem kiütötte Levit. Akkor nézzük egy nagyon picit Tóth Péternek a veszőfutását. Természetesen azt azért el kell mondani, hogy a mód azért nem a legkönnyebb. De hát lehet, hogy kicsit rally stílusban nyomja Tóth Peti. Tehát 5 kör már eltelt. Egyenlőre úgy néz ki, hogy egy nagyon picit, mint a széthúzódott volna a mezőny. Hoppá, és találtunk egy duót, ami Sulyok Norbert és Varga Dominik. De ott előttük is Kárász Rudolf, illetve Marinka Tamás közt dúl a harc. Szerintem egyenlőre maradjunk itten. Emlékeim szerint itt lesz valami akció. Marinka most egy kicsit hibázott az előző kanyarban. Kárász Rudolf rá tudott esni. És most beteszi Kárász Rudolf Marinka mellé, Marinka egy picit szélesít, elrontotta a kanyart, így Kárász Rudolf meg is tudta előzni, elég szépen. És ahogy látjuk, ott elől Péntek Dániel megközelítette Orbán Tamást.
is egyre közelebb van Dani hozzá. Igen, itt már érezhető a szélárnyék. Tamás megpróbálja a pálya teljes részét kihasználni. Egy nagyon picit lecsúszott, talán azért is Dániel ráesett. Közben egészségedre, Mónika. Na, és most talán... Nem, még nincs elég közel hozzá. Na, talán itt a kigyorsításnál lesz valami. Hát és akkor, ameddig a srácok itt próbálják itt egymást megelőzni, megragadom az alkalmat, ha már megtehetem, és boldog születésnapot kívánok az én kedves feleségemnek, Létei Mónikának, illetve a kisebbik fiamnak, Létei Krisztiánnak, mivel ma, illetve tegnap volt a születésnapjuk. Na hát akkor vissza a versenyhez. Tamás rontott, de úgy néz ki, hogy Dániel nem tudott rá fölzárkózni kellőképpen, hogy meg tudja előzni. Így hagyjuk most ezt a drága párost, és megnézzük, mi van hátrébb egy kicsit. Hát Kárász Rudolf előtt, háta mögött nem nagyon vannak. Marinka Tamás ugye a negyedik helyen próbál autózni. Viszont őt úgy néz ki, hogy Dominik Varga Dominik fogja zaklatni. És nagyon úgy néz ki, hogy egyre közelebb van Dominik hozzá. Gyorsan kapcsoljunk előre. Hát a távolság az még mindig az. Talán egy nagyon picit jobban tudott kigyorsítani ezúttal Péntek Dániel. Talán ebben a körben még láthatunk egy előzést is, eléggé közel megy hozzá. Mintha Dánielnek jobb volna a kigyorsítása, jobban tapadna az autója Tamáshoz képest. Tamás picit agresszívül próbálja a pályát használni. Viszont lehet, hogy ennek az lesz a hátulütője, hogy hamarabb el fognak kopni a gumik. Nézzük is belülről, hogy... Hát... Nem vagyok benne biztos, de... Így van, most mellette van. Lássuk, megelőzi. Így is van, szépen meg tudta előzni. Úgyhogy Péntek Dániel visszavette az első helyét. Az elrontott rajt után újból első van. Első lett. Első van. Jó van. Még kevés a vérem a kávémban, vagy kevés a kávém a véremben. És félre beszélek. Na, hát akkor összegezzük. Péntek Dániel az első, Orbán Tamás a második, Kárász Rudolf a harmadik, Marinka Tamás a negyedik, és őt rögtön követi Varga Dominik, úgyhogy újból itt leakadunk egy kicsit. És Dominik egyre közelebb van, talán ha jó kigyorsítás lesz, kihasználja a szélárnyékot, láthatunk egy gyönyörű előzést, vagy egy csúnya kiütést, ez majd meglátjuk.
tehát a kiütést azt lehet kezelni. Hát úgy néz ki, hogy itt nem nagyon lesz semmi. Közben megtudtuk, hogy aki azt akarja, hogy ne legyen korpás a haja, a szódabikarbónával mossa meg, és aztán ecetes vízzel mossa le. Garantáltam, vagy haja, vagy korpája, vagy egyik se, de valami biztos lesz, vagy nem. Úgyhogy köszönjük szépen az információt a Pinterest-től. Nos, és akkor újból itt a pályán nézünk újból körbe, tehát akkor ott maradtunk, hogy Varga Dominik az 5. helyen, Boró Krisztián 6, őt követi Cséplő Máté, a kis gokárdosunk, vagy gokart, mindegy, ilyen négy kereiken kis emberke ott a nőr a valamin is próbál száguldozni. Remélhetőleg kinövi a Máté a kukartot, és visszaláthatjuk egy F2-es, vagy ne adj Isten, egy Forma 1-es autóba. És akkor elmondhatjuk, hogy nekünk is van egy Forma 1-es emberkénk. Na, jó, ennyit a hülyeségről. 8. helyen Farkas Márton, aki, ha jól emlékszem, jó sok súlyt cipel magával, pontosan nem tudom, 40 kilót azt hiszem, vagy 60-at, na mindegy. Az időmérőből azt megtudhatják, hogy hány kilót cipel pontosan, mert Bálint, illetve Gábor elmondták. Súlyok Norbert a 9. helyen. Igen, és mint már megszokhattátok, próbálok azért egy kis életet vinni a versenybe, és időnként ilyen családnevekkel próbálok dolgokat asszociálni, de ezúttal nem lövöm el a poént, és Norbit most békén hagyom. Na jó, nem súlyok Norbertnek, ezúttal nincs súlya, úgyhogy nézzünk a 10. helyen a Bakos Zoltánt. Tudom ajánlani Zoltánnak a paradicsomjait, Facebookon láttam, gyönyörűek, finom paradicsomok, úgyhogy aki szeretne finom paradicsomot enni, az keresse meg Bakos Zoltánt és kérjen tőle egyet. Erre a híre még a pályáról is lecsúszott, úgyhogy menjünk tovább, mert lehet, hogy elszigyelte magát. 11. helyen Jaksi Gyulát láthatjuk. Most Gyuláról hirtelen nem nagyon jut eszembe semmi, úgyhogy Gyula, bocs, tehát tovább megyünk. Tóth Peti a kis ralisunk. 12. helyen. Nagyon ugrál az az autó, nem tudom, valahogy agresszívül használja a rázóköveket. Igen. 13. helyen a pekemberünk, Bognár Keve.
Igen, hát megesik. De elég szépen megy most. Kis Levente, hát 14. helyen sajnos ő kiesett. Ha jól emlékszem, felfüggesztési problémák mi voltak. És újból itt vagyunk elől. Pintek Dániel, illetve őt követi Orbán Tamás. Tamás megpróbálja, úgy néz ki, visszavenni az első helyét. Ugye rajtnál egy gyönyörű rajtot hajtott végbe. Ennek köszönhető az, hogy jó pár körön keresztül első helyen volt, de egy csatában elvesztette, persze nem a fél lábát, csak az első helyét. Pintek Dániel megelőzte őt. Nézzünk hátrébb. Varga Dominik úgy néz ki, hogy meg is előztem. Kit előzött? Valakit megelőzött, de az biztos. Úgy emlékszem, hogy Kárász Rudolf volt ottan. Viszont lehetséges, hogy már elkezdődtek a box kiállások. Hoppá! És itten már Orbán Tamás támadja is Pintek Dániel. 15. kör, már kezdődnek a csaták, és Pintek Dániel egy suhintással bejött a boxba. Ugye egy kis autóápolást hajt végre. Kerékcsere, üzemanyagtankolás, szélvédő lemosás. Talán még a hamutárcát is kiürítik. Hát hamutárcára szerintem nem volt idő, mert nagyon hamar végzett a boxban. Lássuk, hanyadik helyre jön vissza. Marinka Tamás megelőzte, úgyhogy csak a harmadik helyre tudott visszazárkózni. Sőt, Varga Dominik is a boxba, ő is most jön ki, úgyhogy hát Pintek Dani harmadik helyén maradt. Őt követi Kárász Rudolf, akkor ezek szerint Kárász Rudolf megelőzte Dominikot. Nézzük. Igen. 5. helyen van Dominik. 4. helyen Kárász Rudolf. Pintek Dániel csak a 3. helyre tudott feljönni, de ne feledjük, hogy aki előtte van, Marinka Tamás, még nem volt a boxban, illetve Orbán Tamás se. Tehát első két helyen két Tamás. Tamás bátyó kunyhója. És Marinka Tamás, az egyik Tamásunk is jött a boxba, a második helyről. Pintek Dániel így vissza tudta menni a második helyét, úgyhogy visszajött oda, ahol volt. Már csak a mi Orbánunk kell kiálljon, és ez nem egy politikai hirdetés volt. De hát ezt nem lehetett kiállni. Na lássuk, ki jön-e Tamás, vagy nem jön ki. Ez itt a kérdés, nem, elment a box, bejárat mellett nem jött ki. Úgyhogy meg tovább megyünk, Pintek Dánielt nézzük. Hát próbálkozik főzárkózni, ahogy látom, 1.17.8.77-et ment, elől meg Orbán Tomi, ő 1.20-at ment. Ami azt jelenti, hogy Tamásnak kopnak a gumik. Úgyhogy, ha nem akar sokat veszíteni, akkor ki kell jöjjön. Kárász Rudolf 1.18.2.51.
Hát Varga Dominiknak sincs valami extrém jó ideje, egy 19-es idővel, mert azért nem fényeskedhet. Viszont mi van itten? Atya Úristen, 5, 6, 7, 8, 9. Na, itt az van tumultus rendesen. Bakur Zoli, illetve Jaksi. Na, és ki lesz a... Hoppá, itt hátul. Marinka Tamás ütötte ki valaki, akit pontosan nem tudok, lehet, hogy Farkas Márton. Igen, féktávon azért ez veszélyes volt. Nézzünk előrébb, hol is volt a Csetepati. Bakos, igen, Bakos megelőzte Jaksi Gyula. Viszont úgy néz ki, hogy Bakost meg fogja előzni Boró Krisztián is. Na, és most kihúzódik Szélánékból, megmutatja magát. És még nem, itt még nem tudsz előzni. Közben 18. körben vagyunk. Na, az, jaj. Talán itt féktávon. Így is van, többnyire itt szoktak előzni. Féktávon szépen beteszi az autót, és elmegy. Hát igen. Itt azért sajnos Bakosnak most pár pillanat nem sok esélye volt. Szerintem Zoli még nem is volt a boxba. Nézzük meg milyen időket megy. 1.41. Igen. Boró Krisztián meg 19. Varga Dominik visszajött a negyedik helyre. Ő előtte Kárász Rudolf van. Illetve Orbán Tamás végre bejött a boxba. Úgyhogy Péntek Dániel újból az első helyen. Hát Tomi már végzett is, és visszajött a harmadik helyre. Előtte Kárász Rudolf. Nem. Második helyen elnézést. Kicsit megtréfált ez a kijelző. Viszont Kárász Rudolf igen ráesik Orbán Tomira, és most kell kihasználja az alkalmat, mivel neki már üzem melegek a gumik. Viszont Tominak még nem, úgyhogy most esélye lehet talán megelőzni. Előttük, ha jól látom, Tóth Peti. Talán nem fogja feltartani őket. Illetve attól függ, hogy kinek drukkol. Orbán Tominak vagy Kárász Rudolfnak. Mert ha Rudinak, akkor feltartja Tomit. Ha nem, akkor nem tartja fel egyiket se. Elég szélesen fordul Orbán Tamás. Nem tudom, szerintem az a rázókő inkább lassítja. Ha nem fordulna annyira rám, nem használná annyira azt a rázókövet, azt a széles részét, akkor talán gyorsabban is tudna menni. Jaj, inkább nem mondok semmit, mert nem akarok senkit megsérteni. De elég nehezen engedte el, illetve nem a legjobb helyen. Peti ezt még azért gyakorolni kell, és itt hibázik, és talán nem üti ki, nem figyelt. Most figyelt, mert azért is hibázott, mert nézte a tükröt, most Kárász Rudi is hibázott. Illetve mi történik? Megpróbálja visszavenni a
körözését, a körét. Hát azt kell mondjam, ha gyorsabb, akkor persze megteheti, de azért... na. Jó, azért Tóth Peti sokat fejlődött évek során, úgyhogy talán nem megy át kamikázéba, és Kárászlódók meg tudja tartani a harmadik helyét. Na, akkor menjünk előre, nézzük meg, hogy elől mi a helyzet. Elől Péntek Dániel az első. Hú, ez jó. Na jó. Második helyen Orbán Tamás. Harmadik helyen Kárász Rudolf, akit most már biztos, hogy nem fog kiütni Péter. Negyedik helyen Varga Dominik. Hát úgy néz ki, hogy Dominik egy nagy üres térben közlekedik. Előtte elég távol vannak, háta mögött is. Ötödik helyen Boró Krisztián van. Akit Csíprű Máté követ, mint egy nagy követ. Ott itt Máté egy kicsit rosszul vette a kanyar, túlságosan is megpróbált a rázókövet kihasználni. Ehhez képest az már fűvaut, úgyhogy Máté füvezett. Hát inkább homokozott, mert ott inkább homok volt, mint fű. Na, viszont Marinka Tamás megpróbálja megelőzni Csíprű Mátét. Talán összejön neki. Hát úgy néz ki, hogy Marinka Tamás nem tudja megelőzni Csíprű Mátét. Úgyhogy menjünk hátrébb, Jaksi Gyula 8. helyen. Márton Farkas követi őt. Majd Súlyok Norbert telelgeti a... mi ez? Audit? Nem. Elég nehéz volt kitutózni, hogy milyen autó, ott van a jel rajta, és hátul a gyengébe kedvéért írja is rajta, sőt oldalt is. Úgyhogy ez egy Audi, aki nem tudná. Majd őt követi Bognár Keve, szintén egy Audival. Tóth Péter, ő egy Mercedes-szel. Bakkor Zoli eléggé visszaesett, nem tudom, talán csomagtartóban sok a paradicsom, vagy nem tudom. De ezzel a piros-fekete Audival valahogy nem igazán jött össze neki. Sajnos Kis Levi még mindig az autót szereli, ugye felfüggesztés. És még mindig Péntek Dániel az első. Picit széthult a banda. Úgyhogy nem biztos, hogy találok egy olyan részt, ahol közel vannak a srácok egymáshoz. Hát itt vargatom, illetve péntek, nem tudom, mi van pénteken, mindig pénteket mondok. Petit akartam. Na, de itt Máté hibázott, megpróbálta volna a Burók
Krisztiánt megelőzni, viszont ennek az lett a hatása, hogy Marinka Tamásra ráesett, Tamásra meg rá esett, de ő Bakolzolit lekörözték. És most Zoli keseríti meg Tamás életét. Tamás nem tud 100%-osan cséplőre koncentrálni. Jó, ez nem teljesen igaz. De talán esetleg. A lényeg az, hogy cséplő most eléggé fölzárkózott Boró Krisztiánra. Talán láthatunk egy előzést. Öpp, vagy ne adj Isten egy hibát cséplőtől. Na és hogy Máté sem maradjon ki, cséplő megpróbálja csépelni Boró Krisztiánt. Vagy cséplelni? Mindegy. És Marinka Tamás úgy gondolja, hogy most ő agresszív, meg fogja előzni Mátét. Viszont azon kívül, hogy a festését egy kicsit elrontotta, nem jött más össze, viszont Bakos Zoli meg bele szeretne szólni ebbe a csatába. Csak nehogy úgy szóljon bele, hogy közben belülről nézi meg a másik autót. És nem úgy, hogy bele ül, hanem bele száll. A 26. körben vagyunk. Jócskán a futam közepét elhagytuk, úgyhogy körülbelül pár kör lehet még a végéig. Most Boró kivázott. Úgyhogy Máté talán egy nagyon picit fel tud zárkózni. Öpp, Marinka még közelebb. Olyan szép ez a Jányos Baba rózsaszín autó. Közben én tudat kapom az információt, hogy nem úgy kell mondani Jányos, hanem a kislányos. De én úgy mondom, hogy Jányos. Olyan Jányos ez a János. Na jó, Jánosunk, tényleg nincs is Jánosunk. Van Jánosunk? Nem, Gyulánk van. Meg van egy farkasunk. Ő nem Jányos, ő farkasos. Na. Viszont van nekünk itt egy előzésünk, vagy lekörözésünk, nem előzésünk, Bognár Keve, illetve hova tűntek. Megelőzte Sólyok Norbertet. És jaj, kocs, meg elfékezés, meg füstölés, de Norbi meg tudta előzni, vagy meg tudta tartani, vagy valami történt. Igen, hát eléggé ott hagyta azért Norbi Bognárt, vagy Kevét, vagy Bognár Kevét. Na jó, nézzünk hátrébb, Tóth Péter 12. helyen, és mintha valaki volna ott hátul. Nézzük csak meg. Na, eddig nem látszik. Hopp, és Zoli kivetődik, és megpróbálja visszavenni a körét, és szépen vissza is vette, így van. Na hát kérem szépen, így kell visszavenni egy kört,
természetesen tudjuk, hogy miért, mivel az előtte lévő, már lekörülző illetőnek elkopott a gumia, ezért ugye Zolit feltartotta volna. Úgyhogy Zoli úgy oldotta meg, hogy gyönyörűen visszavette a körét. Úgyhogy bravo, ez nagyon szép volt. Közben Tóth Peti a boxba gumit cserélt. Lássuk, hanyadik helyre jön vissza, mondjuk ez egy hülye kérdés volt, mert 13-an vannak a srácok, úgyhogy egy kis matex számítás után, illetve a NASA-nak a számítógépével is próbáltunk kommunikálni, ami nem jött össze pont úgy, mint ahogy tud Petinek az autót az úton tartani, úgyhogy kitotóztuk, hogy a 13. helyen van, mivel csak 13-an vannak, ezért nem azt akarom mondani, hogy Peti az utolsó, de ne feledjük, az utolsóból lesznek az elsők. És ennyit a bibliai történetekről. Nos. Közben itt elől, mintha történt volna valami, közben nem. Amit kell tudni, 30. körben vagyunk, Orbán Tamás az első, őt követi Varga Dominik. Nem, őt Pintek Dániel követi, csak természetesen megint egy kicsit összekavarodott itt a technika. Nézzük már meg az időket. Azt mondja, hogy Orbán Tamás 1.20.025-öt megy. Kinot hátul, Farkas Márton, hát... Igen. Második helyen Péntek Dániel, nem tudom mi történhetett, 1.27.255. Harmadik helyen Varga Dominik 1.37.521. Szerintem voltak a boxba. Mert Kárász Rudolf meg 1.18.030. A következő az, hogy Boró Krisztián 1.19.454, őt követi Jaksi Gyula 1.18.930-al. Gyula gyorsabb, ez logikus, ezt a véleget. Krisztián pedig rengeteget hibázik. Top, na féktáv, ott tartja az autót. Eléggé rászállt Krisztiánra, a mi Gyulánk. Na, nem volt kocs, hála Istennek. Na hát Gyulám, most vagy előző, vagy nem, de valamit csináljál. Na hát akkor tartunk egy rövidke kis kávészünetet. Kimegyek tőtük magamnak kávét, addig remélem Gyula meg tudja előzni Krisztiánt.
Nos és újra itt vagyok, kávét töltöttem, Gyulát lelőttem, jó, ez így rímet. Viszont Gyula nem akarja megelőzni Krisztiánt, úgyhogy ez elszomorító tény. Viszont lássodát, még a kávé meleg, illetve Krisztián hibáz. De ez nem segítette Gyulát, talán itten. Azt veszem észre, hogy Krisztián elég sokat hibázik bizonyos kanyarokban. Ez ki kéne használja Gyula. És talán, hogyha eléggé közel marad végig az egész pályán, akkor esélye lehet arra, hogy megelőzze. Na, ennyit a okoskodásból. Most, nem tud mellé menni egyszerűen. Krisztián arra figyel, hogy kigyorsításnál jobb legyen a kigyorsítása, mint Gyulának. Nézzük meg, elő nem történik valami, ehhez képest hátra felmenjünk. Köszönjük szépen, Attila. Na, hát előváltozatlan a felállás, vagy fennállás. Felállás? Hogy mondják? Felállás. Nekem is felállt, neked is felállt, nekünk is felállt. Orbán Tamás az első, Péntek Dániel a második, Kárász Rudolf a harmadik, és Varga Dominik a negyedik helyen. Őt követi az ötödik helyen Cséprő Máté. És újból elértünk Boró Krisztián, illetve Jaksi Gyula párosához, akik elég régóta táncolnak itt egymással. Most azért elbírom képzelni, hogy mi folyik a rádióban. Boróknak beszólnak, hogy vigyázz a gumikra, ne engedd Gyulát, hogy megelőzzön. Gyulának meg, Gyula, itt az esély, előzd meg. Gyula visszaválaszol, előzném én, bazd meg, de nem megy. Na, nézzünk még hátrébb, Marinka Tamás a 8. helyen. Parkas Márton 9, Sőjök Norbert 10. helyen. Hát azért Norbit látok előrébb is. Hát igen, azért nem minden pálya egyforma. Bakos Zoli feljött a 11. helyre. Most erre azt tudom mondani, hogy egy vagy gumit cseréltek, és azért lett gyorsabb, vagy kilökte a paradicsomokat, és már nincs plusz súlya. Viszont Cséplő Máté körözi le, hát nem teljesen volt tiszt ez a lekörözés, de még mondjuk belefér. 12. helyen Bognár Keve épp szélesít is elrontja a kigyorsítását. Tóth Péter, most jön ki, vagy most megy be? Szerintem Peti eltévedt. Ez jó. Tehát akkor Peti az új Kimi Räikkönenünk, tudjuk. Kimi is eltévedt egyszer a pályán. Hát úgy néz ki, hogy Peti is. Hoppá, Keve egy kicsit hibázott. Pont időben jöttünk vissza rá. Szerintem már kopnak a gumiai Kevének, mert nagyon... ott, ha nem szélesítene és nem menne rá arra
részre, ahol földes az út, talán nem csúszna annyira az autója. Na de menjünk előrébb Bakor Zolihoz. Ő hogy oldja meg ezt a részt? Problémamentesen. Súlyok Norbi. Barkas Márton a célegyenesben. Manika Tamás, Jaksi Gyula, Buró Krisztián, Csépő Máté. Hát megint azt kell mondjam, hogy széthult a mezőny. Annyira közel nincsenek egymáshoz. Viszont Orbán Tomi az ő nagyon-nagyon-nagyon elhúzott a péntek Dánieltől, úgyhogy itt biztos nem lesz csele. Szerintem menjünk egy kört Tomival. És Orbán Tamás láthattuk, aki megnyerte ezt a futamot. Második helyen Péntek Dániel fut be. Azért megvárjuk még őt is. Tehát második helyen Péntek Dániel, harmadik helyen Kárász Rudolf. Örül is neki. Negyedik helyen Varga Dominik. Ötödik helyen Jaksi Gyula. Csépő Máté a hatodik helyen. Hetedik, Jézusom, hibázott, tehát maradjunk. Jaksi Gyula, ötödik. Buró Krisztián a hatodik. Csépő Máté pont az utolsó kanyarban, utolsó körben hibázott, úgyhogy visszaesett a hetedik helyre. Nyolcadik Manika Tamás, majd őt követi Farkas Márton, kilencedik helyen, Súlyok Norbert tizedik, Bakos Zoltán tizenegyedik, Bognár Kevet tizenkettedik, Tóth Péter tizenharmadik, és sajnos a ligavezető kiesett, Kis Levi. Az időmérőn Lőrinc Gábor, illetve Bálint volt a kommentátor. Önök a DTM Superligának a közvetítését láthattátok, ahol Orbán Tamás nyerte meg a futamot. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!